Na szóval egy gyors beköszönés, és olyan dolgokat fogtok látni a Keeper-től, amit még soha. Ez volt az igazi clickbaites 5 másodperc, na most akkor jöjjön a beköszönés. Jó! Reggel, Vietnám üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívásos videóval! És esik az eső. Egy ilyen csodálatos csütörtök délután, de hoztam magammal nektek néhány dolgot, amit igazából nem is én hoztam, hanem tőletek kaptam. Először is szeretnék megmutatni egy olyan módot, ami annyira örülök legalább, mint ott bal felső sorokban tudjátok, ami szokott lenni, hogy mutatja a gépek éppen mit csinálnak. Meg hogy mennyi van bennük, meg ilyesmi. Oda nézzél jobb alsó sorokba. Mit ír ki? Palett info, 32 liter tojás, 10 kg. És azt is írja, hogy ugye a miénk gyakorlatilag a saját farmunkhoz tartozik. Ja, egyébként az utolsó rész után ugye gameplayen kívül leraktam ezt a kettő ólat. Gyakorlatilag én nagyon közel kellett egymáshoz raktam őket, mert különben ugye rálógott volna az útra, de semmi probléma. Mindjárt megmutatom egyébként, hogy milyen. És megmutatom ezt az infobordot, hogy mennyire király. Ja, nézzétek ide, raktam be egy olyan modot, aminek segítségével tudtam felrakni ide egy rampát, ami nagyon hasznos, mert akkor ezt a négy ólat gyakorlatilag instant így el tudom érni. Nem kell hátulról eljönnem, nem kell átmennem ugye az ólakon, de hát igazából át is jöhetek, de tudok itt is közlekedni. Ja, itt sikerült lerakni, és nézzétek meg ezt az infobordot, jobb oldalt alul lent, megint ugye írja, hogy kondíciója járműnek, mennyire van damage-elve, és mutatja az önsúlyát is, ami 5294 kiló. Meg ugye mutatja, hogy ki a tulajdonos, a saját farm természetesen. Ha több farm van, akkor tök jó, mert a gépet látod, hogy ki. Itt is mutatja ugye, hogy mennyi a az önsúlya, meg minden kondícióját, szóval ezután, hogyha akármire ránézünk, akár egy raklapárúra, akkor is tudjuk, hogy mi van benne, mennyi van benne, ami szerintem baromira hasznos. Szóval itt sikerült lerakni, élhető, szerintem, ha még odébb raktam volna, nem lett volna a gép, ami oda befér, szóval ez így lett. Ma kaptam egy e-mailt, arról még szeretnék beszélni, nagyon gyorsan várjátok, elmegyünk az MTZ-be, mert tenni is kellene a dolgokat, meg egyébként ma sorskártyanapban is. Ma szerintem egy ilyen extrém pörgős rész lesz, mert ugye aratnunk is kellene, szóval tényleg bele kellene pörögni az eseményekbe, most is elhúzott a Keeper egy csomó, elcseszett egy csomó időt, amíg megmutatta nektek ezeket a dolgokat, de még lesz itt érdekesség, higgyétek el. Egy kicsit szórjuk a pénzt, azt akartam mondani, hogy ma kaptam egy e-mailt, egy srác rám írt, hogy látja, hogy nagyon szenvedek én itt a telepen, és mármint a csirke telepen, és küldött nekem egy olyan gépet, amelyik egyszerűen fenomenális. Úgy érzem, hogy sikerült megfognunk az Isten lábát, a srác gyakorlatilag jobban mondom, megfogadta velünk, így felemelt, és megfogadta velünk Isten lábát azzal a géppel, küldte, mondta, hogy ez tök jó lesz, higgyem el, és szerintem én bízok is benne. Kipróbáltam egyébként egy gameplayen kívül, nem ezen a mapon, hanem másikon, jól működik, nem veszik össze a remoddal, de kevesebben dumáljunk és mutassuk meg, hogy miről van szó. Egyébként hoztam ám ide speciális dolgokat még, amiket biztos kíváncsiak vagytok ezt, mert elolvassátok, hogy bánya, milyen bánya. Hoztam nektek ide egy-két nagyon extrém dolgot, mert gyerekek, hogyha eddig amiről beszéltem, azt így felejtsétek el, mert Keepernek olyan tervei vannak, hogy az megáll az ész. Majd fogok róla beszélni közben, de egyébként jó lenne, hogyha haladnák, mert különben nem lesz belőlünk semmi se. Na, hol van ez a gép? Itt van egyébként. Érdekes, hogy kettő verziója van, és nem módosul másban, csak más a hangja. Gyakorlatilag van egy ilyen váltóhangos verzió, meg egy standard verzió, vegyük meg a váltóhangosat. Egy csomó mindent lehet állítani egyébként rajta, felni szintől elkezdve, milyen felni színünk van. Wow, micsoda jó szép fejem, és lehet. És nullába kerül, nem ar. Piros legyen. Piros is volt alapban, mi? Aurevia vagyok. Lehetne ugye alapszín, meg megjelenés színe, szerintem mivel fent, akkor maradjon ilyen. És lehetne ugye kabint rárakni, meg ilyen bukócsövet, amit éppen akarsz. Viszont úgy gondolom, hogy ilyet fogunk használni, mivel minden kisebb helyen kell elférnünk, szóval tyúkolba is fogunk ott garázdálkodni, jó lenne, hogyha nem egy ilyen hatalmasnak döggel tennénk ezt. Ugye ülést lehet bele pluszod, valószínűleg ugye multiplayerben rá lehet ülni oda az oldalára, ami szerintem tök jó. Ugye lehetne rendszámot rakni, ami nem érdekes. Kerékbeállítás az is nagyon érdekes, mert eléggé sokfajta kerék van ehhez a géphez, ezt muszáj megmutatnom. Ugye az alapértelmezetben van kettő, tehát van olyan, amikor az első kerékre is megkapja ezt a fenyőmintás gumit, van keskeny gumi természetesen permetezéshez, van széles gumi, ugye gondolom nagyobb tapadás biztosítani, van dupla kerék gyerekek, gyakorlatilag a dupla kerék az úgy van meg, hogy keskeny és egy ikerkerék, valamint egy normál kerék és egy ikerkerék megy egymásnál, szóval nem ilyen extrém széles, de mégis azért
Tök jó. Ebből, igen. És ugye a verziók azok, hogy ugye van olyan verzió is, hogy az első kerék is változik. Én az alapértelmezett nem. Az alapértelmezetre váltok meg, hogy az első kerék is legyen, akkor már ilyen mintázatú. Motorbeállítást lehet rajta alkalmazni, annyi az igazából, hogy 45 lóerő, ami egyáltalán nem kevés, 32 km per órával megy, de viszont lehet rárakni egy ilyen nyút, amelyik már 48 lóerőre dobja meg. Hát igazából 3 lóerőjére ezret adni nem olyan nagyon jó, de akkor már legyen maxos a Verda. Lehetne egyébként homlokcsatolót elhelyezni rajta, meg mindenféle csuda jó dolgot, de ezeket nem rakom, mert igazából én platóval fogom használni természetesen. Jó, meg is vesszük, és akkor megvesszük rá a platót, amelyikből több fajta létezik. A portkocsiknál van, hogyha berakod a modot, akkor tudjad, hol keresed, és mindjárt meg is találjuk. Itt van, és ugye van a 2500 literes, meg van a 7000 literes, plusz pénzért meg tudod venni. Alapszín, nem legyen zöld. Ha már egyszer fent, akkor legyen. Ha fent, akkor legyen lent is. Jó, meg is vettük, és amint látjátok, egyébként nagyon szép a modell, nagyon részletgazdag, jó ki van dolgozva, tényleg aprólékosan, az a tipikusan szép modell, tudjátok, ahol minden egyes csavar a helyén van, szóval nem egy összecsapott csúnyaság. Ugye felvesszük vele, és egyébként tök dinamikus, tök jól megy, jó használható, frankó. Szerintem ez egy tök jó modell, nem csúszik aszfalton, pont annyi slipje van, amennyi kell, szóval tök jó, szerintem ez egy szuper jó kis, szuper modell, gyerekek, szuper modell, egy szuper jó kis traktor. Annyit akarok még csinálni, hogy a tojásokat el kellene vinni, vagyis a raklapokat kéne vinni a csikketelepre, mert különben nagyon-nagyon probléma lesz, mivel nem tudják hova rakni a csirkéjük a tojást. Hát egyből a raklapra tojárak, ne vicceljetek. Ugye várjatok, van 6 darab, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ólam van, és akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Azt gondolom, hogy egy 12 darab azért jó lenne, és akkor 2-t be tudok dobni ólanként, szerintem az úgy frankó. És akkor ezzel a géppel gyakorlatilag, meg egy portkocsival arra gondoltam, hogy ha már egyszer külön raktam a csirketelepet, akkor el kellene szeparálnom teljesen magam tőle, szóval nem kellene úgy csinálnom, hogy állandóan azzal szenvedjek, hogy nem kellene azzal csinálni. Látjátok, egyébként ott írja, hogy 480 kg, 0 liter, úgyhogy tök frankó, végre tudjuk, hogy melyik raklapban mennyi van. Fölöslegesen nem adjuk el az olyan raklapot, amelyik mondjuk majdnem üres, értitek? Ez szerintem ez egy rohadt jó cucc, ez az infopanel, egyébként ez a fent is nagyon jó, tényleg nagyon szépen köszönöm a modokat, amit küldtök nekem. Mindig nézem egyébként, aztán vannak ilyen gyöngyszemek, amiket utána meglátok, és úristen, mondom, az milyen jó, várjál már. Lekötöm, és akkor a másik oldalt pakolom, és mindjárt akkor ugye nem lögdösöm le. Tök jó. Köszönöm tényleg, köszönöm szépen mindenkinek, aki küldi a modokat, meg a jobbnál jobb modokat, mert vannak ám ilyen, vannak ilyen gyöngyszemek. Egyébként komolyan mondom, hogyha lenne pár mod, amelyiket így mindenképpen tudnék ajánlani, ez az infoboard, ez a jobb oldali infoboard, ez mindenképpen beletartozna. Jó, és akkor azt csináljuk egyébként, ezután ezt fogom csinálni, hogy így kötöm le a dolgokat, szerintem sokkal jobb. Na mehet akkor föl, várjátok, ez mennyi? Ez pont 6 darab? Akkor mehet még egy sorba. Igen, nagyon szuper. Egyébként egy dologról írjátok meg a véleményeteket, mert így igazából mindig fölvetem, de így soha nem érkezik rá. Mondjuk örülök is neki, hogy nem érkezik rá panasz, hogy az, hogy én kézzel pakolom meg a járműveket, az nem-e nagy probléma nektek, szóval nem-e gondoljátok, hogy ez egy olyan hatalmas cheat lenne. És egyből reagálok is rá, hogy én szerintem miért nem nevezném cheatnek, mert igazából ugye föl tudnánk pakolni targoncával is, ami igaz, annyit történne, hogy ugye hát ezzel igazából konkrétan pénzhez nem jutok, hogy most én így rakom föl a raklapokat, előnyöz úgy nem jutok, hogy most én itt tudom én ilyen konkrét előnyöz csak annyit jutok, hogy gyorsabban rakjuk föl, tehát akkor nem kell minden egyes részben azt néznetek, hogy mit tudom, hogy fél óráig pakolom föl, mert itt targoncával ezeket így felrakosgatni, ez iszonyatosan sok idő lenne, és szerintem magának a gameplaynek is, vagyis a videósorozatnak is nem válna előnyére, hogyha én azt csinálnám, hogy raklapot pakolnék, értitek, gyerekek. Na, kipróbáljuk akkor élesbe is ezt a Verdát, nézzük meg, milyen slipje van.
Semmilyen. Nagyon jó. És nézzétek, milyen jó dinamikusan indul. 19-20, 21, 22. Szerintem baromi jó. Hogyha ez előbb lett volna ez a mód, akkor valószínűleg beválogattam volna mindenképp a TSM-re, mert... Jaj, de imádom ezeket az autósokat, komolyan mondom. Legszívesebben kigapcsolnám, csak valamilyen kis plusz feelinget ad, hogy néha látok egyet, meg lehet rajtuk mérgelődni, de legszívesebben kigapcsolnám ezeket, nem nagyon örülök neki. 132 ezeren van, a mai részben mindenképpen ugye az aratást meg kellene csinálni, mindjárt sorskártyát is húzunk. Hát ha odaérünk, akkor lehet, hogy kellene egy sorskártyaúzás, csak nagyon félek, hogy valami szart fogunk húzni. Várjátok, először a távolabbihoz menjünk el, kettőt lerakunk, és akkor ugye jövünk ide, és minden egy jólba kettő van, ugye 12-t hoztunk magunkkal. Oké. Okay. Ja. Hát lehet, hogy egy kicsit túl, nem tudom. Azon arra lenne kíváncsi, hogy hány darab szavat használtam ugye az utolsó 15 percben, de szerintem ilyen ezrével. Várom, mondjatok lehet, hogy több száz kipréselem magamból, de egyébként egyáltalán nem erőltetem meg magam, mert rettenetesen pörgő. Várjátok, hogy elhúzunk erre, így. Lesparizunk. Ez kicsit le is esett, nem is baj, hogy leesett, hát gyere barátom! Arra kell nagyon figyelni egyébként, ha a raklapot te is pakolod majd, hogy véletlenül se rakd egymás fölé a két raklapot, mert ugye akkor eltűnik, vagy jártunk így. Azért, mert úgy érzékeli a szerencsétlenje, hogy te így egymásba akarod önteni, aztán frankon egymásba is önti, csak hát nem biztos, hogy neked az jó lesz, hogy eltűnik 3 liter tojás miatt a raklapot. Nézzük meg! Ugye ebben van 70 liter, mivel beleöntöttük, tök jó, menjünk a másik oldalra, ott is lepottyant, hát de jó. Gyerekek, le kéne billenteni csak mi. Na figyelj, akkor most ezt úgy kellene, hogy ebből bele kellene szórni. Úgy. Hogy akkor nem kell úgy kézbe hordani, ugye természetesen. Úgy. És akkor ugye belekerül, látod, hogy 639 liter került bele. Szerintem ez a kézzel pakolom a raklapot, ez nem olyan rossz. Egyébként nagyon jó kis autólodos pótokat nézegettem. Is néztem magamnak egyet, csak ahhoz kellene nyerges vagy dolly, de nyerges vontatóval húzható, ugye fél pótkocsi. Egyébként ez, ja, érdekesen van megcsinálva. Igen, nagyon közel fog, és emiatt a pótkocsi az eléggé nagy fordulókörrel rendelkezik. Jó, nem megyünk az úton, kipróbáljuk azt a rampát, és gyerekek, jó, lepakolom a ízét, lepakolom a tojást, aztán megy a pörgetés, vagy a, igen, a, hát úgy pörgetés, hogy ugye a sorskárt a téma. Itt is le kellene dobálnom a raklapokat, ugye nem tudunk átmenni, mivel a raklapok elakadnának ugye a mennyezetében ennek a csodának. Itt sajnos ugye nem tudok bemenni, mivel ugye ilyen van, azért csináltam, raktam be ilyen modot egyébként, vannak ilyen tök jó ramp. A rampot beütöd, FS 19, ez egy csomó fajta van, mondjuk ez ilyen nagyon hangyafocis beütésű. De itt ugye tök jó, fel tudsz jönni, aztán nincs egy ilyen probléma, hogy itt ne tudjál feljönni, nem kell vinkódni, így a földön húzingbe állod fel, meg ilyesmi. Na gyerekek, akkor ide valahol lejár a képer. Oké? Okay? Oké. Okay. Lesponizunk aztán itt is, érdekes, hogy egyébként néha szét potyognak a raklapok. És akkor ide is bepakolunk, jaj, el is viszont. Akkor kettőt. Itt van egy tojás. És képzeljétek el, mennyi pénzt fogunk keresni már csak a tyúkokkal, ha egyszer ezelőtt mennyit, 280 ezeret tudtunk összekapni, akkor ennél még csak több lesz már, egyre több pénzünk lesz. És tényleg felejtsetek el mindent, amit itt a terveimről beszéltem. Egyelőre megtartom a fejembe, aztán lehet, hogy fogom elmesélni nektek, hogy mégis mire lehet számítani. Ja, mert egy kicsit változtat a keeper. Itt még nincsenek tyúkok, kellene venni egyébként. Valahogy úgy kellene megcsinálni a mai logisztikát, meg a mai aratást, hogy amikor hozzunk ide, mert egyébként az a terv, hogy még... Ezt az aratást, ezt mindenképpen ide fogom beburítani a tyúkoknak. Az összeset, szóval itt nincsen appelláta, minden rohadt darab búzát ide be fog a keeper borítani a tikoknak, mert szükségeltetik nekik, legyen nekik bőven, és lehet, hogy még egy aratást is be fogunk önteni. Úgyhogy, mi a szar? Ezt ki lehetett nyitani? Lol. Nem is vettem észre, hogy ezt ki lehet nyitani. És be volt csukva eddig. Másikok is be vannak csukva. Lol! Ez tök jó. Ki lehet nyitni. Ja, itt már kettő van. Most már nagyon belekeveredtem. Hova valók ezek? Jaj, ne! Fölülről semmit nem szabad megfogni, mert izé van, baj van. Oké. Okay. Várj, hol hiányzik? A legelsőbe? Itt kettő.
Itt hiányzik. Jó, van, oké, gyerekek, megtörténik ez, ami nagyon jó. Ja, hát most képzeljétek el, hogyha most ezt mind izével pakolgatná a Keeper ilyen, mi a franca, valamilyen villával, vagy bármivel, vagy tudom én, ez ilyen órákat venne igénybe, és szerintem ennek sok értelme nem lenne. Na gyerekek, akkor az lenne, hogy valamit okozni kéne. Ezt a pótkocsit, ezt itt is hagyhatnám. Talán nem lesz annyira úrba. Így, ez a Verda egyébként jó. Ja, hát meg ezt a gépet is ugye itt fogom hagyni, mert abszolút nem akarok sehova menni vele. Annyit kellene csinálnom, várjátok, az izébe kellene volna átmennem az aulon keresztül. Mindig ez a pótkocsi, ez pont elég jó útba van. Az aulon keresztül, és akkor megyünk a silóhoz. Nem tudom, a silóban nincsen semmennyi anyagom, ugye? És megpróbáljuk, hogy ez így mennyire fordulékony. Ezt érzem, hogy ez jó lesz. Ugye nem túl nagy, gondolkoztam egyébként ifán. Mert csak az a baj, az ifa az ilyen épp hogy befér ide, tudjátok, azt olyan kellemetlen lenne. Jó, ezt ide hozzuk, és akkor ugye ezzel már tudom majd tovább vinni a dolgokat. Mariama? Igen, nincsen búzánk, semmi baj. Oké, akkor ez megtörtént, ugye? Csirkéket kell vennem majd, de egyelőre nem az lesz a legelső. Figyeljetek el, itt van valami, nem? Ott a súlyom. Azt vigyük már magunkkal, meg vigyük el az MTZ-t haza, és közben meg pörgetni kellene csak annyira az időt, hogy... Mariama? Pörgessük az időt, hogy múljon el az eső. Múljon el az eső, múljon el az eső. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Nincs valamilyen dal. Nya, nyepa nyema, csapassuk meg mind az őrültek. Tehát, hogy egy kicsit jobban bele kellene pörgetni. Úgyis váltani fog ott az ikon fönt. Van egy fent traktorunk, fent, és át is váltott. Oké, meg is van 14 óra 24, az a baj egyébként. Várjátok, nyomok egy 3-as gombot, közben nézzünk egy üzét. Tyúkokat. Látjátok? Az a nagy baj, hogy kifogytak. Hát valamelyikben van, valamelyikben már nincs. És ez nem jó. Úgyhogy egyből oda kell vinni nekik a kaját. És közben kell venni tyúkokat. Jó, sorskártya, bazza, megint elfelejti. Egyébként jó, még nem annyira van nagy idő, de most egyből sorskártya. És az a baj, hogy minden idő számít. Ha halljátok, az egyenes megküldi a traktort, azt lett a Keeper, azt a közben nézegeti a menüt. Hát, hallod, hülye vagy. Na, ide válunk. Sorskártya téma, bocs, hogy egy kicsit késtünk vele, már nyomom is, valami jót! Most nagyon fel vagyunk törökben, nehogy elvegye a kedvünket az egésztől, nem úgy elvegye, hanem így megtörje. Nem akarom, hogy megtörje, nem akarom, hogy bármi rossz történjen. Majd ne történjen, ne vigyen a pénzt, ne történjen semmi. Okay. Ellöpték egy eszközömet, bármi lehet az. Hát gyerekek. És igazából akkor ugye annyi, hogy el kellene adnom ezt a súlyt. Hol van a súlyecska? Súlyos. És 74-et leírok magamtól, gyerekek. Ugye az ilyenkor az dukál, hogy igen, és akkor mínusz 74. Ajaj, most azt mondom, mi történt. Ugye mert adtam, és akkor visszakapom. De mi az, hogy egyebek? Mit bont le 374-en, gyerekek? Mi volt? Költségek? Vagy nem? Na, úristen, Mária, állj! Okosba kellene. Ifa marad itt. Pótkocsik maradnak itt. Valószínűleg pótkocsira is fogunk ordani. Mert ugye marha gyorsan el tudom vinni a cuccomat. Mert gyorsan megyünk. Mert aszfalton megyek végig. Na gyerekek, akkor az a szituáció, hogy kellene kombány, kettő. A füvet is közben el tudnám adni. Csomó mindent tudnék csinálni, gyerekek. Úristen. Meg hát majd a szalmát is fogjuk árulni. Ugye... megjavítottuk a vágóasztalokat, ne felejtsétek el. Bocs a kölgésért. Tyű, nagyon pörög a Keeper, halljátok. Ma azért az aratásnak jó lenne meglennie. Egy icipicit hosszabb is a rész. Nem tudom, ti már látjátok, hogy milyen hosszú, hogyha már elnéztek a folyamat jelző csíkra, de hát csak mindjárt kiderül, hogy mi a szituáció. Na, ugye ezt meg kellene küldenem, figyeljetek, új stratégiát találtam ki erre az aratásra. Ez valószínű, hogy megküldjük arra, hozzuk a másikat. Elnézést. Hozzuk a másikat, és azt megküldi fölfelé a Keeper. Ugye fölfelé van, nincs akadály. Konkrétan fölfelé. Jól fogja aratni a végét, ugye most már nincsenek benne a fák, az meg tök jó. 132 000-en van. Próbáljuk meg valamilyen szinten
gazdálkodni ezzel a pénzzel, hogy ne verjük el az összeset, bár nagyon-nagyon sok ötletem lenne, hogy mire tudnék költeni, de próbáljuk meg egy ilyen alaptőkével ellenni. Na, már mehet is gyerekek, adjál neki Sanyi. Oké, na erre gondoltam, hogy így fogom megküldeni, akkor most tovább kellene gondolnunk, az IFA készenlétben van, ugye? Mennyi van? 15%-on van, meg kell nézni a füvet. Úristen gyerekek! Na ezt nem eddig elmézeljenek pörgős gameplayre. Melyik a fűj? Ez a fűj. 111-en van gyerekek. Veszik az istálónál. Hol az istáló? Olaszorban az istáló. Ó, az istálóknál veszik a füvet. Figyelj, akármilyen kevés is szerintem azt el kellene vinnem. Valószínű mivel vigyük? A kirovetszel kellene vinni. Nyomjuk neki. Közben rá tudok tabolni, hogyha úgy van. Vagyis nem rá tudok választani ízeit, minek nevezik ezt? Ifát, és az ifával ugye tudunk köríteni. Valószínűleg kettő fordulót azért le tud csettinteni, tehát itt majd a sarkon fog. Sarkon fog. És pörgetni az időjével ugye lehet, hogy lenne értelme, de nem akarok. Ugye olyan túl sok, nem tudom, mondjuk lehet, hogy meghagyjuk addig a füvet. Figyeljetek, elviszük az istálókig a füvet, de az a baj, el kéne adnom, mert ugye szalmáznom is kellene. Viszont ha pörgetik az időbe, ugye a tyúkok éhesek, nem sok értelme lenne, úgyhogy most ezt nagyon át kellene gondolni, hogy ez hogy működne jól. Mert igazából nem érdemes lenne pörgetnem az időt, mert a tyúkoknak nincs kajájuk, érted? Ugye? Akkor lenne, várjatok, akkor addig várunk, amíg a tyúkoknak viszünk be kaját. Oké. És utána, és hogy elég gyorsan tudok vinni be kaját, mert ugye gyorsan telik. Utána belepörgetünk az időbe, megvárjuk, hogy legjobb árba tudjuk eladni a füvet. És utána eladjuk a füvet, jövünk vissza a szalmáhelyre. És akkor már ugye a tyúkoknak van kajája, nem baj, a pörgetem az időt, sőt, ugye termelnek pénzt. De ugye önkényesen nem fogok pörgetni időt csak azért, hogy pénzt termeljenek, csak akkor, hogyha valamilyen, bármilyen kiváltó ok miatt kell nekem a pénz, az időpörgetés például drágában adjak el valamit, szóval ilyen, és azért nem fogok nem pörgetni időt, hogy ne, hogy bukjak pénzt, értetek? Ez semmi értelme nem lenne. Úgy magad ellensége lenne, így szerintem az emberek 95%-a lehet, hogy azt csinálná, hogy hordaná be a múzát, meg pörgetni az pénzt. De nekem nem ez a célom, hanem egy egészen más, egy sokkal komplexebb módon szeretném megnyerni ezt a játékot, ezt a kihívást, ezt az 1 milliárd eurót. Egy rettenetesen komplexer, egy gyakorlatilag a játék minden aspektusát kihasználva. És egyébként annyit még el akartam mondani erről, hogy igen, sokan kérdezitek, hogy modernabb gépeket fogunk-e használni. Mindenképpen fogunk modernabb gépeket használni, mert a Keeper szeretné tényleg teljesen körbejárni ezt a játékot, hogy gyakorlatilag elmondhassuk, hogy kivittük. Végigvittük a Farming Simulator-t, értük. Jó, ez akkor így marad egyelőre. Megyünk a... Teljesen el kell hagyni egy idő után gyerekek a ízét. A tabos dolgokat, teljesen el kell hagyni. Jó van, ezek figyeljetek, ezek csinálják szépen a dolgokat. Annyit kellene csinálni egyébként, azon gondolkodok, hogy... vihetnék ugye pótkocsival is. Kétszer annyit el tudnék vinni. Mennyi már? Egyébként komolyan mondom, lehet kikapcsolni ezeket az autókat. Az a baj, hogy tök jó lenne, feelinges lenne, de egyébként nem tudnak valami módot kitanálni. Én azt sem értem, hogy miért nem csinálnak ilyen traffic módot, hogy mit tudom én, keleti autók. Az azt hiszem, hogy volt valamelyikben, talán 15-ben vagy 17-ben. Nincs ilyen traffic mód. Várjátok, ezen kellene lenni a csatolónak. Csak olyan szarul fordult amire, hogy nem áll valami legyen. Oké? Okay. És ez ugye, azt hiszem valami 10.000 literes ez a powerkocsi is, úgyhogy ez tök jó lenne nekem, hogy csak az a lényeg, hogy először akkor a powerkocsit kellene megtölteni. És ezt kihúzom föl célra, okosba, tudod? Jó, duráljál testvérem! Te meg tudsz fordulni, te meg ugye? Vada, nem biztos. Ja, oké, tovább. Jó van, oké, semmi gond. Akkor ez mellé mindjárt állok, másik az meg körülbelül jó lesz. Vagy pedig itt hagyom a pótkocsit, figyeld, itt hagyom a pótkocsit. Aztán akkor az jól leürítünk az alatt, itt, amikor fordul, mert igazából amíg leürítek, addig meg... Amíg én leürítek, meg megfordulok, addig eltart kb. Ezeknek, amik itt forgolódnak. Azért volt jó, hogy itt csináltam, meg indítottam, mert akkor nem kellett nekem lehúznom ugye a földcélit. Jó, gyerek, menjél már, vagy valamit csinálja magad, de megfordítasz, hogy itt te forgolódsz. Igenis, teljesen, Ferike egyébként pont azt mondta, hogy nem zseréljenem le a régi járműveket, mert pont ez a
ez vagyok én, mármint ezek a régi járművek, de nem, soha nem játszottunk ilyen, ilyen nagyon új, nagyon modern, nagyon, ezt valahogy kipróbálom ezt a feelinget is, hogy teljesen menjünk át, egy ilyen folyamatot játszunk végig gyerekek az egész játékban, hogy érjünk el innen A-ból B-be, várjál ma? Na, oda be kellene ugranunk ahhoz, mert itten csinálja a hülyeségét. Sőt, figyelj, ezt úgy csinálja a Keeper. Vagy egy hát nyomunk, egy ót nyomunk, egy kiengedést nyomunk, és elmegyünk a másik végére, és akkor már megindítjuk lefelé ezt is. Tehát akkor itt már ne akadályozzák meg egymást, mert egy idő után ugye egyre kisebb lenne a terület, egyre gyakrabban fordulnak, szóval annak meg azért nincs értelme, hogyha nagyon ilyen szögletesre csinálod. Gyerekek, akkor ötleteim vannak egyébként, amit meg akarok valósítani. Szerintem egy 10 részen belül ilyen epikus, brutális fejlődést fogunk elérni ebbe a játékban. Na, akkor gyorsan átmegyünk a másik felére, ott is megindítjuk őket, vagy megindítjuk ezt. Igen, valószínűleg jó lenne egy olyan, egy ilyen extrém jó fejlesztés, tehát le kellene cserélni a vetőket, le kellene cserélni a kombájnokat, legszarabb kombájnokkal vagyunk gyerekek, a igazi nagy dög kombájnokra azért, hogy ugye normálisan, gyorsan tudjuk, hatékonyan tudjuk termelni, mert igazából ez a vetésforgó, amit igen, Démon írta, hogy nevezzem nyugodtan annak, ez a vetésforgó, amit itt leművelünk, ugye, hogy ez az... Ez egy nagyon lassú folyamat. Ezzel kellene valamit csinálni, hogy ez egy ilyen epik gyors legyen esetleg, akkor tényleg olyan vetőd venni, amelyik tényleg kultizik is, és nem csak kamu kultizik, azért ugye mindenképpen mi tárcsázunk, mert különben nem lennénk hitelesek teljesen. Jó, akkor ez ki kéne járni. Egyébként tudnék egy olyat is csinálni, megmondom a frankót. Várjátok, mennyi van benne. Jó, figyeljetek, tök jó. Én azt csinálom, hogy beöntöm ide a silóba. Beöntöm ide a silóba, és akkor ide is tudnék hordani, és akkor tudok addig más csinálni, várjatok? És miért nem önti be? Mi a szar van? Mi van? Várja, rá kell váltanom valamire? Nem. Ez érdekes, néha olyan érdekes dolog. Na, de most komolyan mondom, hát egész eddig fölött álltam. Na, és akkor el kellene mennem egyébként megmennem a tyúkokat, mert nincsenek tyúkok. Meg nincsen kajájuk se egyébként. A raklapokat ide készítettem, de még izé nincsen, tik. Júj, hát azt mondtam, hogy meg kellene tartanunk a pénzünket, tehát nem fogjuk megtartani, mert 32.500-ba kerül 500 darab tyúk per ól. Tehát akkor itt el fog menni tőlünk most kapás warfen ez a szóval. Ja. Egyébként igen, no, voltak erről ilyen kommentek meg viták, hogy nagyon csítelek itt, nagyon, mert ezekkel az állattartással azért pénzt keresek, hát de nézzed meg, hogy mennyibe kerül. 65.000-be kerül az ól. Teleprendezés nem számoltam, a teleprendezés is böszmet drága. A 32.000-be kerül csak a csirkek, a 100.000-be kerül egy ilyen ól, akkor azon kívül még ugye fel kell töltened gabonával, különben nem termel semmit. Tehát 6 darab ólunk van, az 6 darab, az összes csirkébe feltöltve, az körülbelül 600.000-be fáj, plusz még ugye a rengeteg gabona, amit nem tudsz eladni, hanem ezeknek be kell termelni. Ez így működik. Ez valamiért bele kell valamibe fektetni. Egyébként ennyi erővel tudom, gépekbe is fektethettük volna, földekbe is fektettük volna, és akkor ezt is csináltuk volna. De én úgy gondolom, hogy mindenképpen sokkal érdekesebb, sokkal változatosabb, hogyha mi egy csomó mindent csinálunk egyszerre. Szóval körüljárjuk az egész Farming Simulator világát, vagy nem tudom, a lehetőségeket, minden lehetőséget ugye kipróbálom. De még 32.500, ugye, ez előtt annyi volt, úgyhogy mindjárt meg lesz, az eddig kell katogatni, mert ugye nem lehet semmi. Jó, megvan a csirkénk, tök jó, nincs nekik kajájuk, úgyhogy ez problémás. Nézzük meg, 69%-on van, úgyhogy valószínűleg, várjál már, meg tudnánk venni a másikat, és próbáljuk meg, megveszünk ide is, jó, aztán akkor túl vagyunk rajt. Egyébként fájába szívem ezért a pénzért, mert 32.500x2, 65.000-et kiadunk csikéker gyerekek, 65.000-et. Gyakorlatilag volt 120.000, most nem megyünk, hogy 60.000-re.
meg ugye majd kell, sok pénz kell. Viszont ha behoztam a gabonát, most az arra kellene rámenni, hogy ha ürítünk, akkor egyből ide hozzuk, és elfelezzük, meg elharmadoljuk, meg mindent, de valószínű, hogy ifával fogok ide betolatni, hogy egyből legyen nekik, nem fogom most ott szortírozni. A gép az ugye akkor kell, hogyha valamelyik fogy, akkor tudjuk rendezgetni, de egyébként ezt olyan lassú berakni. Tudom, próbáltam úgy, hogy folyamatosan nyomom az Enter, de nem használ. Jó, annyira nem vagyunk ám lemaradva, mert rettenetesen pörgünk, azért nem az a tökölős fajta videós a képer, de hallod, rendesen el van zsibbadva a kezembe. 500-szor kell lenyomni a lentetbe az, hogy megvedd a csirkéket, és meg fog telleni a... Utálom, amikor a kombány megtelik. Egyébként ezért kell majd erősebb, nagyobb kombányokat venni. De egyébként most viszont akkor a terveim vannak, hogy ezeket mind meg kell valósítanom. És legszívesebben utolnám a részeket, mint az őrül. Csak azért nem rakok ki többet naponta, mert akkor meg írjátok, hogy lerakjak ki többet naponta. És olyan szinten meg néha ugyan... Azért agyalok ám egyébként mindig a dolgokon, na és akkor egyből ifába bassza, mert már izé van, baj van. Fű, hol vagyunk gyerekek, hol lehet az ifa? Ahora nézve is pont eltalálta a keepert. Na, hol van, jó messze vagy, ott van, nem baj egyébként. Figyelj, fölveszem a powerkocsit, és akkor azt pont meg tudom tölteni, le tudom rakni, 76%-on van a másik, az pont fordul, ezt figyeljétek, ez olyan szinten lesz jól megcsinálva, oda nézve. Oké, hogy megállt a kombány, de figyeld meg. És akkor ugye, amikor vittem már a csirkéknek kaját, onnantól tudom pörgetni az időt, tehát hogy a legjobb árat érjem el a miből? A fűből, utána meg jó, okay. Ja, figyelj ide, berakom mögé, ugye az a jó egyébként 100%-on, hogy megáll, és akkor nem indul addig, amíg teljesen nem ürített. Szóval a portkocsiban le tud üríteni, de viszont egyből vissza kell jönnünk a portkocsért, mert ha fordul, utána majd útba lesz neki. Szóval, ez most tényleg próbáljuk meg jól kilogisztikázni, a másik 90%-on van, az nem fog megállni. Jó, igazából időbe telett, hogy megvettem a csirkéket, de hát muszáj. Igen, és akkor ezt lekapcsolom, mehetünk a másikhoz, az nem fog talán megállni, 94%, 95%, gyerekek, nyomjuk neki. Kicsit még ilyen borús idő van, de hát nem baj, 14 óra 42, tök jó. Egyébként ilyen 98%, 99%, megjöttem testvérem, megáll, nem baj. Mondjuk annyiba baj, na, nem van, megállt, pont megállt egyébként, nem sokan múlva. Csak az a gond, hogy vissza kellene érnem orra, mert ott meg az fordul, mondjuk aztán ezek amennyire lassan fordulnak, nem lesz egy olyan nagyon kapkodó idegbeteg fordulás, de legalább most már a föld szélét le fogják húzni. Új, gyerekek, akkora terveim vannak, ti el se tudjátok képzelni, ezt komolyan mondom, olyan terveim vannak, tényleg most ez olyan nehéz magamba tartani, de tényleg epikus terveim vannak. Jó, oké, gyerekek, akkor pótkocsit lehet, hogy figyeljetek, lehet, hogy azt kellene csinálnom, hogy ki is viszem, most ugye mind a kettő éppen le lett üridve, lehet, hogy ki kellene vinnem a tyúkoknak. Az olyan, mert akkor egyből ugye tudnék időt pörgetni a fű eladásra, mert ugye a hamsterre meg szükségünk van mindjárt bazzá, úgyhogy nincsen itt a pedláta, hát ez pont jókor értünk vissza. Tökéletes az időzítés, egész jó. Egész jó az időzítés, és látjátok, hogy azért már itt vannak problémák így a sebességgel. Mennyi már 15-te, ugye ide kellenek majd erősebb teherautó, és ugye van meg krasz, meg kamaz, meg minden, meg uralok, amikkel tudjuk uralni majd a dolgok a gyerekek. Jó, itt el tudunk menni egyébként, nincs messze egyébként a csirketenep, csak az a baj, hogy itt ugye kell nyomnom egy konyart, így elfordul jobbra, az utána balra, utána megint balra. Hogyha itt egyenesen nem tudnék lenni, az lenne a Franco. Egyébként lehet, hogy megveszük a földet, azt majd ugye a Stradát építünk. Jó, oké, tudom, annyira nem fogom szétcseszni a mapot. Ne aggódjatok érte. Azt úgy kellene megcsinálnom, megmondom, hogy most nagyon kitaláltam, hogy fogom ezt megcsinálni. Elviszik a porkocsit, azt leürítjük a távolabbi helyre. Oda a kettőbe. És akkor a ide be kettőbe, vagy négybe, ide meg öntök be a platóról. Szóval, hogy kb. Akkor úgy jók is leszünk. A pautkocsiról kellene öntöznöm ide, mert az itt ugye nagyobb a hely fordulni. Oda a pautkocsival nagyon nem kellene bemennem. Úgy. Ez pont ugye a pautról önt. Oké. Megyünk a másikhoz is. Gondoltam ide egyébként egy ifát. Egy ifa is tök jó lenne, mert azzal is ugye bármit meg tudnék csinálni. Csak az a baj az ifával, hogy sokat fogok bujkálni szerintem itt a... Mondjuk az ifa az nem lenne rossz. Az ifa az nem lenne rossz, srácok. Jó.
Oké, okay. Ez így, ennek a kettőnek most már tuti van, de meg el kellene osztanom ezt a 6000 litert, tehát 2000 literenként le kellene pakolnom. Egyébként itt is középen át tudtam volna menni, látod, itt el tudnék menni, nem kéne itt az úton mennem, csak ez a zifa az akkor, hogy tudja, hogy el akarok, az tök idegesítő lenne. Na figyeljetek, itt a pótkocsit lerakja a keeper, és akkor felmegyünk az ifával, azzal be tudok tolatni. Lehet, hogy egyébként egy, ide egy ifa is tök frankó lenne. Várjátok, ezt hogy kellene megoldanom? Ezen az oldalon így megyünk. Ide 2000. De nem több. Oké. Okay. 2000-et rakok mindenhova, és akkor hogy mindenképpen tudjanak enni, tudod menni. Most nem tudnak. Ide is 2000. Így, ez egy kicsit megszaladt. Ja, hülye vagyok, ha 6000-et akarom 2000-re elosztani. Mindegy, az a lényeg, hogy ezt még két felé elosztom. Ifával itt azért lehetne működni. Főleg, hogy olyan ifát vennék, amelyik hátrafele burít. Ugye van olyan. Olyan is. Ide egy. 1200 kávét. Jé! Ja, igen. Nehéz eltalálni, mert ugye gyorsan meg kell állítanom, hogy tudod itt szórakozni. De az a lényeg, hogy most már a tyúkok tudnak enni, szóval nem is sok, de van nekik. De majd ugye lesz még több is. Gyorsan vissza kellene érnem, mert üríteni kellene a kombájnokat. Ezt gyors. Azért nem hoztam fel a borkocsit, mert akkor itt szívtam volna. Mi is a satú fék volt ott. Átolatunk, azt már viharzunk is vissza ezerre. Yeah! Mennyi idő van, gyerekek? Várja ma? Érdekes, hogy külön mutatja ugye a loadot. Búza, meg ott is 0%, csak... Hé, azon még van. Olyan, mint hogy van, lenne azon a portkocsi, az közben meg nincsen. Jó, 89%-et retteltesen repegessük, gyerekek, hogy történjen meg az esemény, hogy visszaérjünk. Mondjuk 6-tal megy, meg 5-tel megy, valószínűleg éppen forgolódik a föld szélén. Az nagyon jó, itt van pont a csávó, amelyiken 89 van, a másikon meg 75, tök jó. Ez megfordul, ugyanúgy le tudom üríteni, pótra. Jó, hát a csirkéknek, látod egyébként nem egy hatalmas csirk, mert rengeteg kajak el nekik, szóval azért lehet szívni vele. Mennyi már gyorsabb a testvére, egyébként ez a tolatgatás, ez ettől vadulok meg. Jó, ezt menet közben ugye le tudom üríteni, de pótba kellene. Gyere haver, és pótba létszél, pótba. Ezt pótba ürítjük el, mezerre. Ilyen 8%, 8-7, oké. Okay. Jó, azt itt is hagyom. Ebből ő még tud üríteni, meg most ugye most nem annyira kell kapkodnunk. Szóval most ráérünk, be tudjuk hordani silóba, és nincsen semmi gond. Most tök jók vagyunk, ezt a másikat is leürítem, és akkor ugye tudom majd üríteni őket. A lényeg most egy kis időpörgetés, hogy a fűára legjobbra legyen. Minden, 67 000-ünk van gyerekek, de innen csak fölfele fogunk már menni mostanában. Mivel most hatalmas tervei jönnek a keepernek. A hatalmas tervek azok tényleg hatalmas tervek. Meg fogjátok látni, teljesen máshogy gondolkozok már, mint eddig. Komolyan, extrém durva gond, ötletei vannak, extrém durva ötletei. Meg fogjátok látni, hogy mekkora ötletei vannak. Jó, ez is megvan. Akkor ezt is ki kellene menni vele. A másik meg ma 20%-on van. Nagyon durva, jó, mert egyébként már nem olyan jó, mert a fordulásokra azért elég sok időt vesztenek, de addig ugye tudunk ténykedni. A ténykedés az miben nyilvánuljon meg? Igen, a ténykedés az abban nyilvánuljon meg, hogy nézzük meg az árakat, és nézzük meg a fűára 113, 114. Gyerekek, ez nagyon gyorsan változik, úgyhogy nagyon finom pörgetésre lesz szükségünk, de nem a térképgomba, hanem ezzel. Most ha megáll, akkor abban a pillanatban el tudjuk adni, mert elvittük oda, ugye ez is egy jó dolog. Látom, 114 nem bestagnált. 117, 120, 124, ez itt egy 133, de nem mindegy, érted? Dupla áron adott, 141, 150, 150, 162, 3, oké, okay. Jó. Utálok éjszaka, de mindenképpen most eladási dolog lesz. És mit vesznek egyébként jó fűrész ízét? Jams, és a Jams az másra csinál, mint nyom egy I betűt. És már pörög a pénz. Meg kellene nézni, hogy a tyúkok azok hogy állnak, tehát mennyi kajájuk van, mert azonban, hogy pörgetnem kell.
300 liter, 3000 liter, és a másik is csak 1000. Jó, oké. Nem baj, semmi gond, gyerekek, semmi gond. Annyi a szitu, amit akart csinálni a kívül. Jó lenne egyébként reggel lenne, de kellene vinni kaját az állatoknak. 45%, figyelj, azt kellene csinálnom, hogy le kellene ürítenem a gépeket. Éjszaka, nem baj, éjszaka csináljuk. Le kéne ürítenem mind a két gépet. De rohadt sötét van, bazza. Kibírják a gyúkok reggelig? Nem tudom, kibírnak a gyúkok reggelig. A francia sem beláll be az izőbe, éjszakába. Ott rohadjon meg. Jó, de ingatlan költségek. Minden szar. Jó, reggelre legalább, akkor ürítsünk legalább, hogy valamit csináljuk. 5 óra, 6 óra. Mondjuk egy 8-ig. Oké, okay. Jó. Leürítjük, és akkor visszük egyből a tyúkoknak, mert még mindig kell nekik. Ugyanazt csináljuk, mint az előbb, ugyanúgy öntözzük be ő. Nekik, azt utána majd el fogjuk szortírozni. A másik, 60, mennyim van? A másik 71%-on van. Jaj, hogy kell le csinálni, gyerekek? Hát mindenképpen le kell leüríteni, mert ez nem lesz nekünk jó. Lehet, hogy gyorsan átugrok belé. 44. Várja, haver, az én szerintem amúgy is gyorsabban fordulok. Nyitunk. Hát ez lehet, hogy nem fog beférni rá, az nagy baj. Na jó, jó, marad benne, amit 9%-ot rohadjon meg. Csövet becsuk, ezt mehetsz tovább, testvérem. Másikban is ugye több van, viszont ideje van benne. Ebben is 10%. Oké. Mennyi barátom, merre fordulsz rá? Ezt nem, ezt nem értem meg, hogy majdnem baze. Tök simában arra álltam, erre meg el akar fordulni arra. Ne fordulj, arra mennyi baze. Ne valítsál. Komolyan mondom, hogy ilyen tökölések vannak így. Na, gyorsan! El kellene mennünk. Az a baj, hogy ez... Azt a pótkocsit onnan arángatnom, az egy élemény lesz megint. Ne kellene vinnünk a magot, mert lehet, hogy egyébként lehet, hogy éhezik valamelyik tyúk. Vagy melyik valamelyik tyúkhoz. 195 van benne, lol. Hú, ebben meg nulla. Ebben 2000. Ú, gyerekek. Hú, nulla. Igen, az a baj, hogy ugye... Baromi sok kell neki, látjátok? Na, erről beszéltem, bazán. Azt mondjátok, hogy csites, aztán meg idője van itt, ez fönnforgás. Hát még egy vetés forgónyi búzát mindenképpen be kell oda termelni, mert nagyon nagy szívás van. Sőt, oda kellene szerintem egy rengeteg búza kellene, és akkor meg kellene csinálni azt, hogy ott tényleg az van, hogy szinte mindig adagolni. Gondolkozok rajta, hogy lehetne kiépíteni valami ízérendszert is. Mi a minek nyomodik azt? Szállítószalagot. És akkor lehetne egy központi helyre, mit tudom én, beönteni, vagy pedig átrakókocsival, szállítószalag, átrakókocsi. Lehet egy csomó mindent fejleszteni, egyelőre az a lényeg, hogy hordjunk oda rengeteg idejét, szövőt. Rengeteg szövőt. Mondjuk nagyon keveset öntöttem már be, nem csoda, hogy kifogyott, ugye, hogyha már beöntenénk ugye darabjába egy ilyen 10.000 litert, amit nem is olyan nehéz lenne, mert azért és például 17.000-re viszünk. Csak, igen. Figyeljetek, lehet, hogy azt is fogom csinálni, hogy minden egyibe öntök egy nyélre öntöm, aztán csá, nem? Aztán akkor úgy nagyjából tudjuk, hogy mi a szitu. Az a lényeg, hogy legyen annyi, hogyha időt pörgetünk esetleg, akkor ne fogjon ki instant. Azért jó sok kaja kell nekik, ma ennyi csirkének, ma 3000 csirkének azért kell kaja. Na itt megint azt fogjuk csinálni, ugye, hogy pótkocsi. Ezt beöntöm az összeset ide ennek. Okay. Ennek felét beöntjük ide. ...12.000 liternek a felét. Jó. Ugyanúgy megyünk. Jó, hát figyeljetek, az aratás azon biztos, hogy megvesz. Ma az a durva, ugye, hogy nem keresünk idejét. Nem keresünk lószarpénzt sem, mert ugye... ...csirkék megzabálják. Hát ez...
kellemetlen. Lehet, hogy úgy kellene egyébként a csirkéknek minden egyes rész végén megnézni, hogy mennyit tojtak, aztán akkor úgy rendezgetni a sorokat. Figyeljetek, ezt ide félrehúzom, azt akkor át tudok fogni. Lesz jó. Nem tudom, melyik csirke orba van egyébként kevés, tudom, hogy megnézhetném. Egyelőre lehet, hogy akkor ezt elosztom. Mondjából. Így. De egyébként ilyen szállítószalagrendszer, az tök nem lenne rossz, szerintem. Mit gondoltok szállítószalagrendszerre? De egyébként meg azt is, hogy így kitalálod, hogy hogy fordulsz, látod? Meg hát ugye az a baj ennek az ifának, nem lehet módosítani, hogy jobbra vagy balra billentse. Különben ugye tök jó, hogy bejössz, kimész, azt nem csak. Na ezt még felejtszük el, 1500 körül. Jó, nagyon nehéz egyébként eltalálni pontosan, hogy mennyit öntesz le. Oké. És minden csirkének tuti, hogy kell lenni kajájának. Az egy jó dolog, hogy mondjuk nekik kaja. Nem szenvedek a tikok. Na, itt visszaállunk. Ezt a pótkocsit, ezt kárbort felhoznom ide. Szedd át. Le tudnék menni, de nem akarok. Jó, 85%-on vannak, egyébként leszámít bőven, mert egy csomót. Ugye vittem is be a tudod hova. Mert hogy most elmegyek erre. Miket meg pont kerül, mi? Ami talán jobb, de nem annyira jobb. Ja! Nem tudom, annyira jobb, meg attól függ, hogy hol vannak a kombányok. De mondjuk pont mazlim lesz, mert ott azt nem itt vannak. Jó messze vannak, apám, kár, hogy tájra jönni. Jó, most semmi gond, gyerekek, semmi gond! Egyébként ma elég jó, alig van már búz a földön. Gyorsan, melyik a 100%-os? Tehát mindegy, mert a másik is 9 volt, semmiképpen nem fogjuk tudni leüríteni. Akkor ugyanazt csinálom, mint eddig, hogy okosan. Itt hagyom, azt meg ott hagyom. És igazából ezeket már azt csinálom, de most valószínűleg nem kell időt pörgetnünk, ugye? Oké, megyünk a másikhoz. Itt nem fog zavarni senkit, ez a pautkocsi. Megyünk a másikhoz, és ez már be fog férni, szóval most már tényleg tudunk mást is csinálni. Vissza kéne hozni a kirovetszet. A kirovetszet vissza kellene hozni ide a telepre. És egyébként most a izére hajtunk, most földvételre hajtunk, szóval ez valószínűleg egyébként egy-két részen belül meg lesz a földvétel, meg fú, nem akarom lelőni egy poént, de különben nagyon hatalmas ötleteim vannak. Esküszöm, gyerekek, olyan ötleteim vannak, nem akarom lelőni a poént. Nem akarom lelőni a poént így előre. Na, oké, és figyeljetek, ebbe az ifába meg abba a pótkocsiba szerintem ez már befér, nem? Ez csak befér. Akkor vissza kellene hozni a kirovetszet. Nézzük meg a tyúkokat, ezeket a tyúkokat mindig nézegetni kell. Ugye 1200 liter. 1100 liter. Itt meg 7000 liter. 7000 liter. 2000 liter. Meg még nincs több lejjebb. 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Jó, minden egyileg van, az a lényeg. Akkor a kirovetszet vissza kellene hoznom gyorsan. Meg kell nézni, mennyibe megy a szalma. Szalma, jó szar a szalma, mondjuk nem olyan szar. Ugye így marad, az se baj, lehet, hogy fölfele megy, úgyhogy semmi gond nincsen. Egyébként jó lenne egy szalmatállalót is majd csinálnunk, mert ugye el akarok kezdeni tartani marhákat, ez a nagy titok, csak nem úgy, ahogy terveztem. Úgyhogy ez egy ilyen teljesen máshogy fogjuk, mint ahogy terveztem. Hol van a kirovetsz? Nem itt van az állatistálló? De vagy nem, tökéletesen így van. Kirovetsz, gyere! Mennünk kell. Ja. Össze kell kapni a szalmat. Ja, lehet, hogy ilyen szalmat árulót ugye leraknom. Az például tök frankó lenne, annak lenne értelme. Jó, menjünk vízbe, meg igazából gyorsabb, erősebb traktorok. Azért is akarok egyébként modernizálni majd, nagyon-nagyon rövidesen. Az azt jelenti, hogy lehet, hogy azt is kell csinálni a gyerekek, hogy nem a földet vesszük meg kapásba, hanem megmodernizáljuk a TS-ünket, de olyan szinten, hogy ilyen nagyon gyorsan haladjuk, nem? Nyilván a franc tudja, nem tudom, gyerekek, nagyon-nagyon sokat gondolkozok. De szerintem az, amit kitaláltam, az lesz majd a nyerő.
de nem akarom lelőni a poén, mert lehet, hogy igazából nem is fogjátok támogatni elsőre, de higgyetek el, hogy nagyon jó lesz. A marha istállókkal kapcsolatban, igazából a marháknak nagyon sok kiszolgáló létesítmény kell. A létesítményben azért is beletartozik, hogy a föld, amint megtermeled neki a dolgokat. Kukorica, szilás, bunkersiló kell, keverő kell, akkor ora ugye egy kicsit komolyabb infrastruktúra kell, tehát oda kell mindenképp homlokrakodó, ezért el kell vinni ugye a trágyát, hogy fel tud szedni, meg hogyha sok istálód van, akkor eléggé mozgékonynak kell lenni, eléggé összetett, szóval kicsit nagyobb infrastruktúra kell, mint a izének, a tikoknak, szóval lesz itt probléma még. Jó, nézzük, oké. Húzzuk össze. Aztán valószínű, hogy ezt eladjuk, ebből lesz egy kis pénzünk, ezzel felmegyünk egy 100 000-re minimum. Meg lassan majd indulhat az. Műtrágyázó. Egyelőre ugye tárcsázunk, mert ezek a szarvetőgépeink vannak, amik, hogy mondjam, úgy értem, hogy szarvetőgépeink vannak, hogy ugye ilyen fake news az, hogy tudnak azok tárcsázni vetés előtt, ez biztos, hogy nem igaz, szóval ezt nem fogjuk úgy használni. Ezek meg 56-64, ez kb. Amikor odaérnek a kocsikhoz, meg az ifához, akkor fognak úgy nagyjából megtelenni, azok bőven beleférnek, és akkor utána meg tudják csinálni még a föld maradék részét. Ja, bőven megvagyunk a izével, bőven megvagyunk az aratással. A maradék magot is természetesen tyúkokhoz fogom elvinni, ott már lehet, hogy azt fogom csinálni, hanem, hogy beöntözöm a silóba, az ottani silóba, és akkor utána már használni fogjuk a GD-t, aztán azzal ki tudom szervírozni. Ha már egyszer ott van, akkor legyen, nem? Gyerekek, akkor már használjuk is. Meg akkor az lenne jó egyébként, hogyha például az összesben ugyanannyi lenne, és akkor ugye a GD-vel tudom, hogy 6000-et tudok kivinni egyszerre, és akkor tudom, hogy minden egyének ugyanannyi van, érted? Akkor nem kell külön nézegetnem, hogy jaj, most mennyi van ennek, mennyi van annak. Szerintem az lenne jó. Várjátok, itt azok meg megtellenek, baza. Jaj, de utálom ezt. Na várjál, mindegy. Ifa, bifa, hol vagy? Ifa, bifa. Jó, az egyik az nem is fog telleni. Hát, gyorsan induljál meg, testvérem az úrban. Melyik tellik meg? Mindegy, el kell mennem a fotokocsiért feltétlenül. És utána már le is fogják kutni, jóval nincsen semmi gond. Az egyik az 99%. Ez bele fog férni, el fogjuk vinni. Beütjük, silókba is van, egyébként a silónkban van. Nézzük meg most mennyi van búza. Ez érdekel. Van 10 000, meg még itt nálunk lesz. Több mint 20 000, elmondom nektek. Ugye most 12 000 az bőven föl fog 20 000-re venni, meg még a kombájnak be marad, akkor lesz egy olyan 40 000 gabonánk. 40 000 gabonát elosztjuk ugye 6-tól, akkor bőven kap minden egyi állat. Minden egyi, és még mindenképpen kellene szerintem egy darab aratás nyit beordani oda, szóval abból megint nem lesz pénzünk, viszont a csirkék termelnek pénzt. Hogyha be tudnék oda annyit hordani majd, hogy az összes csirke így fölteljen, akkor tök jó lenne, mert akkor azért lenne nekik bőven, és akkor nem kell. Meg ugye a következő földön már más fogunk mindenképpen vetni. Vetni. Mennyi lesz? 50, 40, 32, jól van. 10. Ezen mennyi van? Még van egy 2000, te adod. Jó, mindegy. Engedsz? Még 2000 liter félne ebbe a pótkocsiba, csak ezt az ifa, ez már azzal nem nagyon akarja úszni. Sőt, ez szerintem lehet, hogy el is fogja ásni magát. Ugye egy idő után, hogyha szarrá rúgatod, akkor elássa magát. Hát itt, ja, hát nem is annyi lesz, amennyit számoltam. Hát ugye van bent 10 000, meg van itt 20 000, meg hát még simán 10 000 több lesz. Nem 12, azt a betyár halljátok, nem nagyon akar menni a verda. Jó, a gyerekek, elviszem, jó? Muszáj mindenképpen elvinni. Azt lefogja egyszerre? Nem fogja tudni, mi? De jó lett volna. Lefogod egyszerre? Csak fordulástól lett szar, nem fogod tudni.
Urekar. Na, 12-vel haladunk, mi a szar? Megnézem a dobó ládákat, raklapokat, hogy mennyi maradt. Ez az első, az 90%-on van, az lehet, hogy el fog telleni szerencsétlen. Próbálok minél hamarabb kijutni az útra egyébként, ne ijedjetek, meg nem vagyok megbondulva, hogy erre jövök, csak nem nagyon akar venni. Azért 19 tonna búzával nem nagyon megy. Hát tudom, hogy litjár, de nevezzük tonnára. Okay. Ez most indexel, vagy mit csinál? Most elfordulsz, testvérem. Egyenesen, mit indexelsz a kanyarba, bazze? Fú, de nem megy. 100%! Várja. Muszáj ránézem, a kombájnom eltellett. Ki kell mennem a sorból. És a másik az majd megcsinálja helyette a munkát. Ezt muszáj volt kivennem, bocsász, mert ez így nem lesz jó nekem. És akkor ott is termelődik még legalább 12.000 liter. Az biztos, mondom a földön. A gyerekeket akkor sok lesz. Sok lesz. Sok lesz a meló. Sok lesz a meló. Jó van, csirkéből szerintem legyen elég. Ez egy ilyen... Hogy mondjam, egy ilyen löket. Löket ugye mindig, hogy azért elég sok pénzt ugye be tudunk termelni vele. És ezt most be fogom vinni a izébe. Be fogom vinni gyerekek a sílóba. Silóba. És ezzel majdnem meg is telik, mert jaj, de nem itt kell venni a silóval. Mindig elfelejtem, hogy nem itt kell felhajtanom. Ezt egy pár szor itt szerintem itt elcseszem. Itt szépen a csövek között megyünk. Beengedjük. Mari, jól van? Vigyázz, Mari, vigyázzál! Úgy. Itt szépen beengedjük a silóba. A másikat is, és akkor majd a GD-be szépen kioldjuk, hát az azért van. Milyen jó lenne a multit kihúzni gyerekek, mert akkor itt azért lenne egy ember, aki mondjuk eteti az állatokat, meg ilyesmi. Ez nem lenne rossz. Oké, gyerekek, tök jó, visszamegyünk, kiürítünk, azt még elhozzuk. Be se fog férni, úgyhogy lesz bőven. Ide lehet, hogy egy siló bővítés kell. Gyerekek, ezeknek az állatoknak iszonyatosan sok kaja kell. Tényleg azt mondtátok, hogy jaj, hát ez tök könnyű, meg minden. Hát marhára könnyű. Ennyiből elmondom nektek, hogy ezt eladtam volna mindent. Hány liter? Hát már legalább hoztam két terút. Volt vagy 60 ezer liter, nem? És az minimum egy ilyen, mondjuk 1004 beladva, érted, ilyen, hát ilyen 100 ezer eurót tudnák kaszálni egy ilyen aratásból. És oké, érted, hogy a csirkék is hoznak, de ezeknek megadod, és akkor ingyen van, ingyen, mármint nem kapsz érte pénzt. Szóval, oké, így hirtelen, ugye, amikor eladjuk a tojást, akkor wow, mindig. De azért egy az, hogy rohadt sok munka, időigényes. De jó, mert igazából ezt pont egy ilyen holt időbe tudod csinálni, ha belegondolsz. Mert ugye csinálom itt a csirkézést, de közben az aratás megy. Szóval így ez egy ilyen plusz. Az időt azt nem viszi el nagyon. Jó, ettől meg úgy látom, hogy ez meg igazából nem tudom mit csinál. Majd itt megy le a földről, vagy mi van fölött a tesó, vagy mi? Ezt nem mondta, hogy eljössz azokért a parkolászért. Hát meglátolom. Oké, gyerekek. És akkor az ifába mehet bele, még van a silónkba is, és akkor el is tudjuk vinni majd egybe. Sőt, még bele sem fog férni az ottani silóba. Gyerekek, hát ez egy ilyen nagyon-nagyon termelékeny nap volt, én úgy érzem. Megtörtént az aratás, mindjárt indítunk ízeit is, gépi munkást is, azt szedjük a szalmát is, azt is eladjuk. Hát gyerekek, csodálatos dolgok vannak itt. Ugye bár. Beviszem kettő kombányt. Hát nem azt mondom, hogy esély, nem azt mondom, hogy biztos, de esélyes egyébként, hogy a két kombányt lehet, hogy aznak nagyon gyorsan le fogom cserélni. Nagyon zavaró, hogy ilyen rohadt gyorsan megtelnek. Nem is a kicsi vágóasztal, hanem hogy rohadt gyorsan megtelnek. Ilyen megákra vagy valamire lecserélnem. Meg... Ja, úgy szerintem korrekt lenne. Egész rendben van a telepen, gyerekek, nem panaszkodhattok. Ugye ide valaki, meg itt van egy izé, valaki ide piszkítod, hogy nem tudom mi ez. Oké. Hozzuk le a másikat is, mert miért ne? Most egy kicsit tabolok, mert lusta. Úristen, hát ebben meg még mennyi van, mi? Jaj, én meg azt hittem, hogy csak a izé van. Úristen, mennyi izé, mennyi búza. Jó, nem halnak ilyen ezek az állatok, úgy látom.
tudnak ezért szép egy ukszart csinálni. Azt a rohadt életben mennyi ez? Jézus Mária! Hülye vagy, Keeper? Ez nem gondoltam volna, ez ennyi lesz. Jó, akkor tényleg azért nincsen itt annyira gond, mert ezt szétosztom minden egyik között, azt akkor semmi gond, de probléma, nem? Én úgy érzem. Jó, oké, ez ürítsen ki. Ja, írtátok, hogy, vagy írta valaki, hogy rakjak a hátuljára már valamit, olyan csúfos, hogy ilyen roncsnak néz ki. Csak az a baj, hogy hátuljára rakom, akkor az meg így összegyűjti a szénomát, vagy ilyen balláz. Meg rohadtul nem akarok ballázni, mert egyelőre a szalma eladási megy. De viszont, ja, azt akartam mondani, hogy ugye a marháknak ugye eléggé sok minden kell, ilyen kiszolgáló létesítmény. Például ugye kell akkor szalmatároló is kell. Vagy pedig ugye bálázzak, bár én nem nagyon preferálom a bálát, hanem ilyen öm lesz, de jobb lenne egy szalmatárolóban, ahol utána ki tudom engedni. Mert ugye van ilyen, természetesen. És akkor, ja, de elég sok minden kell. De mindenképpen bele akarok fogni, mert egy kicsit ilyen, legyen egy kicsit még, hát most mondjam azt, hogy nehezebb. De igen, mondom azt, hogy nehezebb legyen még egy picivel ez az egész. Jó, akkor van rajtunk 9000 liter, meg van 10000 liter még benne a silóba, azt még vigye kivisszük, azt elvisszük oda, és akkor lesz ott bőven, bele sem fog férni, és akkor a nagy kereslet, tejfeldolgozó állomban is gyerekek, nagy a kereslet, mire? Mert ott a tojásra is szokott eljel meg. Vaj, hol van itt a tejfeldolgozó állomás? Tejre. Ja, tejfeldolgozó állomás, hogy csak tejre esznek. Ja, mert ott van egy telepen van a kettő, azt hiszem, azt az zavart meg. Aztán az igen, ja, tejet. Jó van, oké. Tojás vették volna, még el is vittem volna, de hát nem. Na gyerekek, itt tizenni kellene, be kéne fordulni, pont ott a T-105 fenkár, már miért is ne? Miért rakom oda a T-105 fenkárt, ha ilyen útba, vagy mi csinálnak itt? Esküszöm. Meg olyan lehezen indul le, úgyhogy ezt most próbálom megúszni, hogy ne kelljen, de lehet, hogy ezzel most így jó kicseszek magammal, mert a pótkocsit be fogok adni. Oké. Okay. És akkor még a pótkocsit kellene, csak nehogy beakadjon. Biztos be fog, hallod? Ó, neki megyek mindig ennek a szarnak, oszlopnak. Ja, pont. Pont beakadt. Ez jó lesz. Ez izgalmas. Nem, jó. Oké, abban meg pont belefér körülbelül. Pont belefér, gyerekek. Úgyhogy az összes búza, ami most termelt, iszonyatosan nagy mennyiség. Azért kaptam volna pénzt, most figyeljetek, nézzük meg, hogy mennyi a búza úgy nagyjából. Most jó szar. Ha, de jó, most jó szar. Egyébként ilyen 1200 körül ugye el tudod adni minimum. Hogyha egy kicsit is van, szóval nem egy olyan nagy kunst. Meg egyébként jó, mert így a búzának meg helyre tesszük az árát, mert ugye nem adjuk el. Na, tök jó, élvezem ezt nagyon. Igen, ki fogom szortírozni a búza mennyiséget ólagba. Ki megpróbáljuk azt a csodagépet. Megnézem, hogy mennyire fordul, mennyire tudok bevenni mindenhova. Ez ugye, ez tök érdekel. De nagyon imádom azt, hogy ugye előre 7000-et tud ugye egyszerre vinni, akkor nem 6000-et, 7000-et. 7000, az nem is kevés, ha belegondoltok, mert gyakorlatilag az olyan, mint az IFA-nak körülbelül a kapacitása. Tök jó kis helyen elfér. Szerintem azzal nem lesz gond, a csirkék. A végén még túl messze van ez a csirketelep, mi? Ja, itt egyébként van el lenne vágva, vagy csinálnak oda is egy hidat, akkor ez jó lenne. Itten bemegyünk, várjál ma. G. Úgy. Jó. És amíg ürít, már megyünk is a izébe. Oda? És itt meg már vesszük ki, gyerekek, oda nézze. Na? Allo, de ki van találva, nem? Keeper, de kitalált. És 7000 liter. Ez tök jó. 7000 liter minden egyikbe beborítasz. Az 6x7,42, az annyi meg is van. Figyelj, de jó. És egyébként nem kicsi, mert nézd meg az emberhez képest. Ez egy nagy traktor. Ez egy olyan, mint egy nagy GD. Izé lenne. És most nézd meg, milyen olyan... Minden olyan kicsinek, vagy nagynak tűnik, mert... Te, mi van? Miért nem tudod?
Ja, mert várjál, rá kell váltani. Ó, hát ez nagyon cucc, nagyon jó cucc, gyerekek. És igazából ez egy nem kicsi traktor. Ez egy nem kicsi, jó 48 lóerő, nem egy olyan nagy erőgép, de tök jó, van 3 pontos csatolóan. Egyébként nagyon benn van neki, ugye nincs alsó csatolója portkocsira, legalábbis ez nem akart nagyon oda csatolódni, az úgy jobb lenne volna. És akkor figyelj, 7000-et ugye beöntesz, és akkor frankon tudod. Egyébként ott van a légszűrője, tök durva. Ez ilyen alattunk lévő motoros verzió. Mehetünk, és ja, ez jó, és át tudok menni az ólon, valószínűleg tök jó, el is tudok fordulni. Közben, amíg töltjük, várjál már, portkocsiból is ki kéne vennünk. Ahogy ki van találva ez. Oké, induljunk. Á, nagyon jó. Nagy ez a gép. Én azt hittem, hogy ez kisebb. De mégis, viszont elég szűk nyomtáv, oda nem ilyen jól elfér. Ó, látod? Ez baró jó. És akkor egy kapásból ide szembe például be tudom menteni. Na, kis túlmentünk. Ide fogom először hozni, mert a másikakban... Jó, is látszik is, oda néz. Jaj, de jól néz ki. Basz, ez nem kevés, hallod? Komolyan mondom. Tök jó. Imádom. Amúgy hátrafele nem a legnagyobb sebesség, úgyhogy... De itt... Hoppá. Nézd, ezek az itatók, ezek azt hittem csak ilyen dísz. Most nem, hát rendesen fizikai. De figyelj, ilyen törzscsuklós cucc. Bármint így fordul az eleje meg a hátulja egymástól függetlenül, szóval nincs soha levegőbe. Nem fix. 24 ezer liter van még, az azt jelenti, hogy... Hogy szerintem tök jó lesz. Bocs, ezt még kihordom, jó? És akkor lesz mindenkinek 7000 liter a minimum. Hát ugye minden egyének nem fog jutni, mert 3-at tudok kivinni még, de szerintem abban az olva a felsőkben azokban volt. Úgyhogy ez talán jó lesz, de majd azért ránézek mindjárt, jó? Ahogy tök jó, hogy támész. Szerintem itt el is tudok, mert kíváncsi vagyok, milyen fordulék, hogy el tudok itt fordulni. Ja, hát ez nagyon, ez a gép között ide testvéreim az orban. Mert ugye meg tudod nézni, amik üritek, várjál. Az állatoknál, hogy melyikben van kevés. Ebben 785, ebben 7000. 7000, 14, ebben már 14 ezer van, Dick. Melyikben van a 14 ezer? 13 ezer, úristen. Hely megjelölése, és akkor elvileg mutassa a mapon. A felsőben pont abban van a 14 ezer, ebben mennyi van? Az a baj, hogy ez egyesével kell megnézni. Ez most mi történt? Miért nem rakja bele? Hallod, ez nem üdítettek teljesen. Ó, jobb, új, beszor... Júj. Beszorul a izé... Beszorult a... Mi az? Minek nevedik azt? A légkondi alá beszorult. Jó, akkor szembe van, itt ott a legtávolabbiban van. Figyelj, de egyébként elmondom nektek, gyerekek, a rohadt jó az irányítása. Na, ez kellett nekünk, hallod? Ez kellett nekünk. Meg a tojásokra már nézek. Nagyon érdekel minket. Arra vagyok kíváncsi, hogy itt, ami mellettünk van most, ebben mennyi van. Úgyhogy azt kellene valahogy megnézni. Az meg szerintem ez lehet, nem? Ez lehet a második. Nem, ez a 7000. Erre vagyok kíváncsi, az melyik. Vagy akkor hogy rakja ezt sorrendbe, hogy akkor ez lehet a második? Nem, az a felső, akkor arra se tudja már, na mindegy. Jaj, de nem jó ez így. Mármint, jó, akkor figyeljetek, ebbe hagyjunk. Ezt osszuk el a kettővel, hogy ne az legyen, hogy valamelyik keveset kapjon, jó gyerekben?
mint kiforduló, egyébként pont kifordult baró, és akkor ebbe kellene raknunk. Ebben honnan az a baj, így nem tudod megállapítani, mármint ez, még ez a mód se segít, hogy mennyi van benne, érted? Ez egy hasznos dolog lenne. Hogy öntsünk be mindegyikbe 7000-et, azt meglássuk, hogy mi lesz a szituáció. Nézzük akkor meg, mi van itt. Most ezt öntjük, igen, most ezt öntjük. Az elsőt, a második megvan, ez megvan. Ez is meg, ebben sok is lett. Ebben 8000 van. És ebben így... Várjál, most akkor mindegyikben van. 7500, 7000, 13000, 8000, és ebben nincsen hely megjelölése. Az meg szerintem pont az, amelyik... Aha, ez a jobb oldali. Az. Akkor minden egyikben minimum 7000 lesz, hogyha abba hozok, ugye? Az egyikben még túl sok is. Az jó. 7000-re meg szerintem bőven kihúzunk egy vagy még akár két vetésforgót is. De egyelőre feltétlenül azt fogja csinálni a keeper, hogy a következőben is búzát aratunk, és azt is lehozom még ide, hogy a tyúkok azok legyenek bőven elládva. Ugye, hogyha területet veszünk, akkor meg még könnyebb lesz. Még van 10000. Ó, jó, oké. Oké, gyerekek. Franco, meg vagyok elégedve. De ez a gép, ez meg különösen jó, köszönöm szépen. Gyors, még megnézzük a tojások, hogy állnak. Egyébként nagyon szívesen eladnám, csak... Csak mindig izé... Nem mindig hordjuk azokat a rovant raklapokat, nem? Hanem mit tudom én, akkor valahogy ezt időzíteni kellene. Majdjátok egyébként, ha itt átmennénk, akkor meg pont annak mennék neki, nem? Mondjuk itt megpróbáljak. Aha! Itt meg pont ennek mész neki, azért mondom, ez így jó. Ó, hát ez itt nagyon jó logisztik, ki van itt találva. Hát itt sajnos ilyen szűk helyet kellett csinálnom. Nagyon kell figyelnem, hogy a marha istálóknál valami nagyon normális placot vegyek, de már egyébként ki van találva. És nem az van kitalálva, mint amit legelőször gondoltam, hanem egy egész más dolog. Viszont ez valahogy, ez a gép, ez valahogy eszméletlen jó lett. Halljátok, így befordulok, érted? És tök lehet érezni is, hogy meddig. Na várjátok, nézzük rá a tojások. Ebben 49 liter van, ebben 4900. Nem sok egyébként látod. Ebben nulla, ebben csak 1000 liter van. Ez valószínűleg nem kaptak kaját, ugye? Aha, ebben 7200, ebben 1000. Ezek, az például éhezett ez a tyúkol. És úgy látom, hogy ez is. Látjátok, éhezett a tyúkol, és már is nem termelt, úgyhogy nagyon kell erre figyelni, hogy ne éhezzenek. A fősök azok szerintem nem éheztek, ott jó világ van, de rá is nézek mindjárt. Ó, hát ez a gép, és az a jó, hogy ezzel a géppel itt ellátod ezeket az tyúkokat. Szóval nem kell itten aggódni. Ugye megnézem itt is. Oha, egy fél liter. 7200, és ezt miért nem akarja? Ebbe is rakja be az, ne abba. Ja, tör itt megint megvan 7200 liter. Ebbe nulla. Ebbe 5800, ez is éhezett. Nem szabad, hogy éhezzenek, mert akkor nem termelnek lószart se. Na, vigyázni kell. És tök dinamikus ez a traktor. Ez a traktor, ez nagyon jó. Ez tök jó ez a traktor. Nem egy új találmány biztos, viszont azért eléggé fejlett. Hát, ez a marha jó, nagyon tetszik. Jó van, gyerekek. Szerintem elbúcsúzom, ez mindig itt lesz. Itt van a telephelye, gyerekek. Itt ide kell visszaállni mindig. Ja, mekkora király, gyerekek? Na, figyeljetek, én visszamegyek ezzel, lehet, hogy gameplay-en kívül, hogy ne kelljen ezt végignéznetek. Már elég sokszor itt fordultunk, amúgy is néztétek. És akkor várlak benneteket a következő részbe. Menjünk be a 74-ezrünk. Ugye még ott van egy csomó, csomó szalma, meg iszonyat mennyiségű tojás egyébként, csak ugye most még nem adjuk el, hanem mindenképpen ugye vetésforgóként fogjuk eladni. Én megmondom a Franco. Nagyon gondolkozok azon, hogy komplet gépcsere lesz. Még egy búzát elvetnénk, és egy komplet, de egy ilyen nagyon, ugye akkor elég sok pénzt sikerülne összekapni, és én nagyon-nagyon gondolkozok azon, hogy a kombájnokat lecseréljük. Előbb-utóbb azokat úgyis cserélni kell, nagyon szarok azok a gépek, és akkor nem kellene már nézegetni a pénzt, mert sok százezrük lesz, szóval kettő kombányt, az szívesen lecserélem, mert kettő vetőt is vennék valami nagy tögöt. Azt úgy élném, gyerekek.
Azt ugye élném, lehet, nagyon hosszú videó, nem most már nem nézek bele. A következő részben megnézzük a kombájnokat, hogy hogy állunk anyagilag azzal, jó? Srácok. Na, akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó. És várlak benneteket a következő részbe. Ugye szándékosan tojást nem adtunk el, mindig csak vetésforgónként. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyi pénzt fogunk termelni azzal. Csak ugye figyelni kell arra is, hogyha véletlenül kiírja, hogy nem fér már rá több tojás, akkor nehogy az legyen, hogy megszívjuk mindezelőtt. Na, sziasztok!